Adózás, a lakáskiadás utáni adózást is figyelemmel kíséri a NAV. Magánszemélyként már nem kell külön adószámot kiváltani, viszont a 15%-os jövedelemadót be kell fizetni. Utalvány. Nem csak az öregségi nyugdíjellátásban részesülők kapják meg a nyugdíjasoknak ígért évvégi 10.000 forintos utalványt. Műsor. Megtartották a gárdonyisok hagyományos karácsonyi műsorát. Ez a Dunaújváros TV híradója, köszöntöm Önöket! Eladó, kiadó. Az adóhatóság egyre jobban figyelemmel kíséri a magánszemélyek lakáskiadását is, így célszerű legális keretek között bérbeadni az ingatlanokat. Korábban ehhez a főbérlőnek adószámot kellett igényelnie. Jelenleg azonban adószám kiváltása nélkül is bérbeadhatunk ingatlant 1 millió forintos árbevételi határig. A lakáskiadásból származó bevétel a személyi jövedelemadónk alapjához adódik hozzá, és a 15%-os terhet meg kell fizetnünk. Amennyiben azonban meghaladja az 1 millió forintot, egészségügyi hozzájárulás is terheli a bevételt. Léteznek könnyítések is a szabályozásban. Nagyon fontos, hogy ezekkel a bevételekkel szemben költségekkel is élhetünk. Ez azt jelenti, hogy azokat a költségeket, amelyek igazoltan ezzel a bérléssel kapcsolatban felmerülnek, legyen ez egy lakásfelújítás, vagy esetleg az ügyvédi munkadíj, hogyha például ő készíti el az adásvételi szerződést, vagy ehhez kapcsolódó költségek, ezekről, hogyha rendelkezünk a mi nevünkre szóló számlával, akkor ezeket a bevétellel szemben költségként beállíthatjuk. Polgármesteri esküvő. Cserna Gábor polgármester és Sűrű Renáta jegyző közösen adták össze Dzsupin Andreát és Gyenge Lajost a Városháza dísztermében. Az esemény különlegessége, hogy a menyasszony és a vőlegény egyaránt önkormányzati alkalmazottak. 7. esküvő, melyet vezethettem, részben vezethettem. Kettős érdekessége van a mai eseménynek. Általában úgy kerülök képbe esküvő kapcsán, hogy vagy a vőlegény, vagy a menyasszony tanítványom volt valamelyik korábbi munkahelyemen. Jelen esetben azonban két olyan fiatalról van szó, Andra és Lajos személyében, Dzsupin Andra és Gyenge Lajos személyében, akik mindketten köztisztviselők, polgármesteri hivatalunk megbecsült dolgozói. 2016. decemberében a kormány minden nyugdíjas számára 10.000 forint értékű Erzsébet utalványt biztosít. Ez azonban nem csak az öregségi nyugdíjban lévők számára jelent támogatást, hanem további mintegy 500 000 embert érint. Azokat, akik rokkantsági ellátást, rokkantsági járadékot, valamint fogyatékossági járadékot vagy rehabilitációs ellátást kapnak. Ezen kívül érintettek még azok is, akik a vakok személyi járadékában részesülnek. Orbán Viktor miniszterelnök az idősek tanácsának ülésén még november 29-én jelentette be, hogy az idei költségvetési többletből minden nyugdíjas számára biztosítanak 10.000 forintot, amihez Erzsébet utalvány formájában juthatnak majd az érintettek. Az utalványokat 2017. december 31-ig használhatják fel. Vitaminpótlás. A téli hónapokban a szervezetünk ellenálló képessége legyengül. Ebben az időszakban az immunrendszer sokkal nagyobb veszélynek van kitéve a különféle betegségeket illetően. Az egyik legjellemzőbb az influenza. Ez ellen leginkább a házi orvosoknál igényelhető vakcinával védekezhetünk. De emellett fontos odafigyelni például a megfelelő vitaminbevitelre vagy a személyes higiéniára. Ezzel együtt nagyon fontos, hogy figyeljünk a személyi higiéniára, tehát ugye ilyenkor a közlekedési eszközökön utazva figyeljünk arra, hogy utána mindenképpen megtörténjen a kézmosás, mi is, hogyha betegek vagyunk, akkor mindenképpen zsebkendőben tüsszentsünk, köhögünk, vigyázzunk ezekre az elemi higiéniai dolgokra. Ha valaki esetleg megbetegszik, akkor nagyon fontos, hogy maradjon otthon, és ne fertőzze tovább a környezetét, magának sem tesz jót, meg a környezetének sem. És egyébként az egészséges életmódra vonatkozó tanácsok, tehát a szabad levegőn történő mozgás, a természetes vitaminoknak a fogyasztása, azt gondolom, hogy mind segíti azt, hogy ne legyünk betegek. Díjazás. 17 sportolót, illetve sportszakembert jutalmazott Dunaújváros megyei jogú városának önkormányzata. Pisztoly kategóriában 3. helyezést ért el. Kérem, legyen közös.
A riói paralimpiát megjárt Guris Atti Gyulát, valamint edzőjét Karácsony Gyulát is megjutalmazták azon a díjátadó rendezvényen, amelyet Dunaújváros önkormányzata minden évben karácsony előtt tart meg. Idén a díjak jelentős részét a dunaferese sportolói, valamint edzői kapták. Az itt felsorakozott sportolók önmagukért beszélnek, hiszen nagyon komoly sikereket értek el ebben az évben az edzők segítségével, és nagyon büszke vagyok, hogy ők a Dunafer Sport Egyesület színeibe versenyeznek és sportolnak, és ami számomra örömteli, hogy mindannyian nagyon fiatalok. Saját nevelésű sportolókról van szó, kettőjük már az idei olimpián is szerepelt, és hát ahogy itt néztem a felsorakozó fiatalokat, többek közülük igen, csak nagy reményekkel bízhatnak a jövőben. Büszkék vagyunk önökre, szép eredményeket szállítottatok ebben az évben is. Díjakat az önkormányzat részéről Izsák Máté, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke adta át. Büszkék vagyunk, hogy Dunaújváros, ahogy nemzetsportvárosa volt elég sokáig, jelen pillanatban is úgy látom, hogy eléggé az országban számottevően lakosságszámhoz viszonyítva is rengeteg eredményes sportolóval büszkélkedhetünk. Kiemelkedő eredményt nyújtanak nem csak az olimpián, nyújtottak idén, hanem különböző világversenyeken is, világbajnokság, ifjúsági Európa-bajnokság, és a többi, és a többi. És emellett pedig ők igazi lokálpatrióták is, tehát mindenhol fennhangoztatják, hogy ők Dunaújvárosból jöttek. 2016-ban Dunaújváros önkormányzata 17 sportolót, illetve edzőt részesített sportjutalomban. Kárdonyisok karácsonya, több mint 100 gyermek, összesen 3 előadás. Egy mese táncbetétekkel tarkított feldolgozása. Ez volt a Gárdonyi Géza Általános Iskola már hagyománynak számító karácsonyi műsora a Bartók Kamara Színházban. A Gárdonyi Énekkarának karácsonyi dalával kezdődött az intézmény évvégi gálaműsora a Bartók Kamara Színházban. A harmadik alkalommal megrendezett karácsonyi műsor fellépői az énekkarosok mellett jó részt a táncművészeti tagozat tanulói voltak. Tóth Varga Zsuzsanna felkészítő tanár elmondta, már szeptember óta készülnek a mintegy 50 perces zenés-prózás mese előadásra. Szeptemberbe kezdtük, mondjuk már nyáron megszületett a gondolat, hogy mit szeretnénk ugye eltáncoltatni a darab, tehát a története az egésznek, a táncokat kitaláltuk, mi táncpedagógusok, és akkor a gyerekekkel szeptemberbe kezdtük a felkészülést, klasszikus balett alapú dolgokat, modernes, latinos táncokat láthattatok. Hát nekem azért tetszett, mert osztálytársaim lépte fel, nekem ez nagyon tetszett, és hogy nem azt adták elő, mint amit tavaly. Az osztályom tetszett nagyon, azért várom, mert együtt lehetek a családommal, és boldog karácsonyunk lesz szerintem. Az intézmény igazgatója elmondta, a belépés díjtalan volt. Bárki, aki kedvet érzett, megtekinthette a gálaműsort. Mint mondta, ez a gárdonyisok ajándéka a város részére. Tavaly vagy tavaly előtt az egyik kislány, harmadikos kislány mondta, amikor megkérdeztük, hogy milyen volt, milyen a karácsony, és akkor mondta, hogy olyan öröm volt, hogy azoknak, akik ott tolószékben ülnek, csillogott a szemük, és örömet tudtak szerezni nekük. Tulajdonképpen erről szól az egész. Az eseményre a város óvodásai, iskolásai, valamint a jószolgálati otthon lakói is kilátogattak. Quimby Karácsony idén is megrendezi hagyományos karácsonyi koncertjét a Quimby zenekar. Az eseményre a Turinform irodában vásárolhatnak jegyet az érdeklődők december 23-áig, reggel 8-tól délután 4 óráig. Idén is megrendezésre kerül
december 26-án a Quimby karácsonyi koncertje itt Dunaújvárosban, a röplabda csarnokban. Értékesítés szempontjából jegyek igen két helyen lehet venni, online is meg lehet vásárolni, illetve én már lassan egy hete nálunk is itt a Turinform irodában. 4000 forintos áron lehet készpénzért nálunk megvásárolni. Kedden változóan felhős és tartósan borús, ködös tájak váltakoznak, néhol zúzmara lerakódás és hószállingózás is kialakul. Nem lesz lényeges változás a hőmérsékletben, marad a hideg idő. Most nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Adózás, a lakáskiadás utáni adózást is figyelemmel kíséri a NAV. Magánszemélyként már nem kell külön adószámot kiváltani, viszont a 15%-os jövedelemadót be kell fizetni. Utalvány. Nem csak az öregségi nyugdíjellátásban részesülők kapják meg a nyugdíjasoknak ígért évvégi 10.000 forintos utalványt. Műsor. Megtartották a gárdonyisok hagyományos karácsonyi műsorát. Híradónkat látták, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.dstv.hu hírportálon is. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!